Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, ez itt a heteknek a legújabb podcast adása. Az Oscar díjátadóról fogunk beszélgetni Pálffy Gyulával, aki média, oktató, újságíró, a Hetek állandó szerzője, és aki rendszeres Hetek olvasó, az igazából találkozik mindig a film kritikáival. Ezért gondoltuk arra, hogy ha már a Oscar díjátadó a filmes világnak az egyik legjelentősebb esemény, akkor érdemes egy kicsit szót ejteni arról, hogy mi is történt a mostani Oscar átadón. Én egy ilyen kicsit ilyen sokkoló kérdéssel kezdek, mert lehet, hogy azok nézik ezt a videót, akik kíváncsiak az Oscar díjátadóra, és akár lelkesednek érte. Bevallom őszintén, nem tudom, mikor volt az utolsó pillanat, amikor megnéztem egy Oscar díjátadót. Valahogy az érdeklődésemet már, nem tudom, egy 8-10 éve teljesen elvesztette az Oscar átadóknak a rész. És én azt látom egyébként, nem tudom, hogy helyesek-e a meglátásaim, hogy a nézettségi adatok is azért apadnak, ami az átadókat illeti. Nem tudom, te hogy látod az elmúlt éveknek ugye, a trendjei? Nagy közhelyel kezdeném, egy rendkívül mediatizált korban élünk, ahol percenként meg kell újulni a néznivalóknak és a hallgatnivalóknak, és én is, ahogy figyeltem, ugye ezt európai idő szerint éjszaka, illetve hajnalban adják át, és igazából csak a délelőtt folyamán töltötte meg a hírportálokat az erről szóló híradás. Korábban ez valóban másképp volt, illetve az kivétel volt talán a múlt évi átadásról egy jelentős botrány, ugye, amikor egy pofon elcsattant. Valaki fel is vetette, hogy mi van, hogyha megrendezett volt, hogy egy kicsit visszatornásszák a nézettséget. Igen, hiszen a hír, a nézettség az mindennél többet ér a mai médiában, ez sincs kizárva, most elmaradt egy ilyen, tehát igazából az volt a leglátványosabb, hogy a Top Gun című filmre hajazva a műsorvezető stilizáltan ejtőernyővel érkezett és vadászgépekkel, hát egy apropóin szalagavatókon látunk hasonlókat néha, de viszont valóban, ahogy mondtad, igazából az érdeklődésért ugye minden percét meg kell ma már küzdeni. És az internet korábban ugye rengeteg platform és csatorna korában hagyományos ilyen ceremóniák háttérbe húzódnak. Ami érdekes lett a szempontokból, ha ajánlhatok neked, de tiéd a kérdezésnek a joga, hogy a témák, a vonulatok, a nagyobb kérdések, mert egyfajta fókuszt jelent mégiscsak a világnak egy adott állapotát. Régebben ugye talán ez volt a Magyarországi Táncdal Fesztivál, hogy mindenki arra figyelt, hogy most ott mi történik, aztán ki mit tud, ugye a különböző tehetségkutatósok is kicsit lemérik, hogy egy adott országnak a kulturális szintje, érdeklődése, dizájnja, viselkedés kultúrája hol van. Most az Oscar díj az egy metszet mindenképp abból, hogy mit gondol a világ magáról, mit gondolnak a művészek általában a világról, és hát ki kell mondanunk, hogy mi az, ami eladható, mi az, ami nézni való. Igen, de azért visszatér az eredeti kérdés, és nyilván kapcsolódva ahhoz, amit mondtál, hogy az, amit kínál az Oscar díjátadó is Hollywood, az egyre inkább az átlag embereknek a bosszúságát váltja ki. Most gondolok itt például a bizonyos woke ideológiákra, vagy akár nagyon sokan rossz szemmel nézték azt is, hogy bele gyalogolt a Hollywood krémje a politikai szkénába is, ami ugye megosztja a hallgatóságot, hiszen az ember színészeket játszani szeretne látni, nem pedig politizálni. Így és van. Azért az Oscar díjátadóknál is most már ugye rá épülnek még a jobboldali oldalak, hogy vajon milyen politikai elszólás lesz, amit meg lehet írni később. Igen, némelyek szinte csodálkoztak, hogy a szinte roadshow-szerűen felbukkanó Zelenszkij elnök a különböző fórumokon, itt most tudták előre, hogy nem lesz jelen, nem is fog videón bejelentkezni, tehát pont ezt mutatja, amit mondtál, hogy valóban erőteljesen átpolitizált, és ami számomra még fajsúlyosabb, illetve szerintem minden gondolkodó ember számára, hogy az ideológiákat, a kornak a szellemét, mintha ezen a csatornán is, tehát a művészet, a tiszta, idézőjelbe tett tiszta művészet csatornán, és egyre inkább megkapjuk, akár kérjük, akár nem. És ez a mostani filmekben is vaskosan látható. Jó, hogy említetted a Zelenszkit, mert nem tudom, ismered a Babylon Bee nevű szatirikus amerikai oldalt, ott mondták, hogy a legjobb színésznek járó a Zelenszkinek ítéli. Nyilván nem akarom megsérteni egyik ukrán ember sem, meg nyilván az ukrán államnak a megválasztott vezetőjéről van szó. Viszont tényleg érdekes az, hogy ő már több egyre szeretett volna felszólalni a
az Oscar díjátadón is nem engedte neki az akadémia. Nem tudom, erről tudsz bármit, hogy mi az oka, amiért nem engedték? Semmit. Én úgy gondolom, talán ugye van azért nekik érzékeny antennáik, közvéleménykutatók, reklámszakértők is körülveszik ezt az egész műfajt, mármint a filmipart. Igen. És úgy gondolták, hogy ez már kontraproduktív lenne, igen, hogy szokták mondani. De egyébként valóban, ahogy mondtad, a kiszólások, a woke ideológia, és hát nagyon erősen a meleg kultúra azért a mostani Oscaron is jelen volt. Az erről még elcsünk pár szót. Viszont kezdjük akkor a legérdekesebb, igen, vagy a központi fődíjnak a kérdésével. Bevallom őszintén, én magamat egy nagy filmkedvelőnek tartom. Nem annyira, hogy mindenféle művészfilmet megnézdek, de azért így a trendibb filmeket mind meg szoktam nézni. És az elmúlt 4 évben egyetlen egy Oscar-díjas filmet sem láttam, és nem néztem meg. Ben Shapiro-nak a Twitter oldalán olvastam ezt az üzenetet, hogy ő szerint az elmúlt 15 évben nem volt értelmezhető film, ami ugye a legjobb filmnek járó Oscart megkapta. Én azért ezzel vitatkoznánk, mert azért a 12 év rabszolgaság, a Spotlight, a Zöld könyv, szerintem olyan filmek, amik azért még a mainstream számára is egyemészhető jó filmek. De az tény is való, hogy például a mostani fődíjat, ami nyerte, ez a Minden, Mindenhol, Mindenkor című alkotás. Egyrészt majd egy kicsit avasd be, kérlek, hogy pontosan miről is szól, mert ha valaki megnézi a trélerét, előzetesét, az nem teljesen nem, tudja, hogy mégis van, mit lát a virsli ujjú ide-odaugráló multiverzumban, hogy mi történik. Hogy én, aki nagy figyelemmel követem ezeket az eseményeket, Oscar díját adónál, hogy ki milyen díjat kap, hogy mennyire jó esetleg egy film, mennyire népszerű. Én nem tudom, hogy mikor fogom rávenni magamat arra, hogy megnézem ezt a filmet. Lehet, hogy jobban jársz, és ezért nem kapok senkitől semmilyen díjazást, de viszont a hallgatók jelentős részének szerintem ez semmilyen pozitív élményt nem nyújt. És már pedig nem azért, mert most én tanár szerepkört nem szeretném kijátszani, de egy teljesen eklektikus és nagyon nehezen értelmezhető alkotás, ami a divatos szóval jelentősen túl van hype-olva. Szerintem, hogyha ha válaszolhatok, hogy mi lehet ennek a titka, vagy mi lehet a sikernek a titka, igazából ez egy jellegzetes dominó effektus. Tehát valahol valaki, szerintem több ember is, ezt egy nagyon trendi, érdekes metszetnek látták a jelenkori világunkról, plusz az elképzelhető alternatív világokról. Ugye, aki Marvel filmeket látott, azonnal eszébe jut, hogy multiverzum, alternatív valóságok, különböző idősíkok, tehát az is benne van. Benne van egy csomó műfaji paródia, tehát a kung fu filmektől kezdve, akár a Lecsó című rajzfilmnek az eljátszott változatát is láthatjuk. Rengeteg ilyen tarantinós áthallás is van benne. És ezen felül nincs az egészben egy kimenet, tehát hogy mire akarja mindezt, mert ha legalább humoros lenne, akkor azt gondolná az ember, hogy egy nagyszerű paródiáról van szó, hogy neztek, ilyenek vagytok, visszatükrözzük a világotokat, de nem erről van szó, egy folyamatos vizuális sok hatás ér minket, mert videoklipet, mintha egy nagyon jól vágott videoklipet látnánk, állandó vibrálás, villódzás, de az egésznek nincs egy menete, csak a jelen időt érezzük. Lehet, hogy a cím ilyen szempontból találó, arra utal, gondolom én, egy amatőr megfejtés, hogy bármi, bárkivel történhet a mai világban. Nincs egy stabil pont. Nincs egy olyan origó, amiből kiindulhatunk. Sem egy világnézet, sem egy családi kötelék, bár vannak benne, tehát van egy úgymond hagyományos kínai-amerikai család, egy mosodás családról szól, akik hirtelen egy kitágult, párhuzamos térvilágba, múltban, jövőbe keletkeznek, szó van a gonoszról, az igazról, és az, ami különösen fájó számomra, aki a vizuális kultúrával azért foglalkozom, hogy nagyon sok olyan bevágott hatás van, ami direkt pornografikus háttérrel, illetve ennek az eszköztárával mutatja. Nem ez a fő célja, hanem azok az utalások, azok azért célba élnek, tudjuk, az ember egy alapvetően vizuális lény. És ennek nincs is szerepe egyébként a filmnek, csak egy ilyen kulissza. Nagyon sok ilyen hosszan kitartott, ugye sokvágásos verekedés van benne, aminek nincs különösebb értelme, nagyon sok gusztustalan dolog van benne, tehát erre hadd hívjam fel azért
a nézők figyelmét. Hogy, és az egésznek a kimenetele az, hogy visszaérünk arra a pontra, ahol itt elindultunk, semmi se bizonyos. Én úgy gondolom, hogy ez egy divatfilm. Egy olyan divatfilm, hogy nem nagyon értették, akik szavaztak rá, hanem vagy benne volt a levegőben. Annak idején talán a művészeti irányzatokban az avantgárd volt ilyen a 19. század végén, 20. század elején, hogy nem nagyon értették sokan azokat a verseket, azokat az alkotásokat, vagy a festészetet, de valahogy benne volt a levegő, vagy valami forradalmi újdonság. Nem valószínű, hogy még egy ilyen módon vágott, ennyire eklektikus filmet valaha is díjazni fognak. Érdekes, amit mondasz, mert közben meg időről időre a filmvilágban benne van, hogy ez az ilyen, hát, hogy mondjam, csúnya szó, amit mondok erre ezzel kapcsolatban, de több filmkritikát is hallgattam erről a filmről, és mindegyikben így homorosan megjegyzik, mint hogy a bedrogozva csinálták volna ezt a filmet, hogy lényegében egy ilyen LSD utazás az igen, egész. Egy ilyen hatalmas flash. Libia, hogy valamiért... Ez már a művészeten túlmenő. Kicsit ilyen... a technózenéhez hasonlít számomra, amit nemzedéken folytán is kívülről tisztelek súlyosan, viszont azt tudom, hogy ezeken a partikon akár 24 órás vagy több tudatállapotot tartanak fönt a villózófények, a gyorsítószerek. Tényleg, hát most nem akarunk senkire bélyeget ragasztani, főleg, hogy nincs erre bizonyítékunk, de ilyen jellegű a hatás. Tehát én nem azt hiányolom, hogy egyenes vonalú történetvezetés legyen minden filmben, és teljesen világos mondani való és katarzis érzés legyen a végén, bár az jól esik az embernek, hanem azt hiányolom, hogy legyen valamiféle megfogható érték. Ez sokféle lehet. Ez sokféle lehet. Igen. Most itt az, hogy semmi sem biztos. Tehát ez egy posztmodern alkotás. Egyébként jól reflektálja a film a korunknak a teljes kilátástalan zavarodottságát. És kaotikusságát. Igen. Nem tudom, hogy látsz abban trendet, hogy azért ez a film nagyon sok ázsiai szereplőt tartalmaz, és azért pár évvel ezelőtt például az Élősködők című film is egy ázsiai szereplőgárdával, rendezéssel megvalósuló film volt, hogy valamilyen, nem tudom, gazdasági döntés lehet az akadémia választása mögött, hogy nyitnak az ázsiai piac felé jobban, vagy ennél azért ez többről is szól. Szerintem, és nagyon jól ismert és nem eleget hangsúlyozott politikai korrektségnek a kultúrája pedig nagyon erősen van. Ez egy belső cenzorként működik. Az akadémia több mint 6000 tagjának nem hiszem, hogy direkt így előírnák, hogy milyen szempontok alapján döntsenek, hanem valahogy megint csak a levegőben lévő egy ember, egy művész, egy gondolkodó leveszi azt, hogy mi a kornak a szelleme. És egyszerűen ez tök érdekes, hogy szociálpszichológia irányban már nem szeretnék elkalandozni, bár rendkívül érdekel, hogy hogyan lesznek az emberek bizonyos korokban, bizonyos erőknek vagy irányzatoknak a hívei. Ugye? Tehát nem úgy, hogy direkt megmondják nekik, hogy ezt kell csinálni, hanem valahogy azt érzik, hogy errefelé megy a világ. És ugye nyilván, hogy több nemzetiség, több etnikumnak a hangsúlyos szerepeltetése, hogy a feketékkel kapcsolatos kérdés, megint ezt tudjuk, már nagyon sokat beszéltünk róla, ma is benne van a kérdések homlokterében, és az ázsiaiak, akik sokkal kevésbé erőteljes érdekérvényesítők, akár az amerikai társadalomban, azt kell mondanom, hogy valóban egy óriási piac, már a nyugati társadalom belül is, és hát az a helyzet, hogy az ő kultúrájuk pedig hát az életmódjunknak a része. Itt Magyarországon is ugye a kínai éttermekről nem beszélve, illetve róluk nagyon hangsúlyosan beszélve és termékekről, tehát lehet egy ilyen szándék. Mert én ennél a filmnél is azt látom, hogy azért sokszor az ilyen ázsiai filmeknél lehet látni ugyanezt a fajta ilyen, megint rossz szó, amit mondok, ne sértődjön meg, de ez a picit ilyen idétlenség sugárdik néha. Főleg a koreai filmekre jellemző ez nagyon, a tévéműsorokra, meg ott is a filmbeli vágásokra. Vannak nagyon-nagyon érdekes és izgalmas alkotások, de ez a fajta ilyen tényleg európai kultúrából nézve egy ilyen folyamatos idétlenkedés. Pont az Élősködőket említetted, amit én is ezt éreztem, hogy nem világos teljesen, hogy bár ez eredetileg állítólag szándékos, hogy most filmvégjáték, dráma, thriller, tehát hogy valóban ez a furcsa tónus vagy vihogás, ez inkább egy nagyon mély, mondjuk lelki drámát, tehát az van a háttérben, vagy pedig csak egy felületesség. Most is egyébként mellékszerepben, a férfi mellékszerepben díjat kapott alkotó, nevét ugye nem tudnám kimondani, ő maga is szinte így végig helyrészi a filmet, ugyanakkor mély nagy dolgokat mond, tehát ő fel akarja bontani a házasságát, aztán igazán
a főszereplő hölgyel, de ezt úgy teszi, hogy nem tudjuk, hogy valóban ez most egy ilyen óvodás stílusú elszólás, szorongás van mögötte, vagy pedig egy nagyon aljas ember. Nyilván az ázsiai mimika kommunikációs kultúra az egy kicsit különbözik a nyugatitól. Ez is lehet egy egzotikus színfolt, ami a filmiparnak a döntéshozóinál például lehet egy érdeklődésre számot tartó. Akár a Squid Game című sorozatban is végig, ugye ezt szintén megnéztem, elemeztük is, nem lehetett, de tudtuk, hogy mire fut ki, és egy nagyon falsúlyos dráma, és ilyen szempontból sokkal erőteljesebb a mondani valója, mint ennek a mostani Oscar alkotásnak, egy kiüresedett végletekig üzleti esedett társadalomról szól, ahol az emberek ugye véres játékokba bonyolódnak, de igazából sok helyütt ez a kommunikáció, azok az érzelmi átélések számunkra idegenek igen, voltak. Nagyon. Nem biztos, hogy ez valóságos, igen. Még ennél a filmnél maradva csak egy kérdés erejéig, ugye a legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Jamie Lee Curtis kapta, akit mi talán olyan szempontból is jobban ismerünk, hogy a magyar származású Tony Curtisnek a lánya, akit egyébként idézett is, és ez talán be is járta a magyar sajtót, különösen én nem tudom, hogy erről a jelenetről pontosan mit gondolsz, mert a hazai jobboldali sajtóban azért ez úgy jelent meg, volt egy sajtótájékoztató, csak mondom a nézők, hallgatók kedvére, akik esetleg ezt nem követték, hogy általában megkapják az Oscar-díjat, akkor nem lehet nagyon kérdezni, hanem van egy utána egy ilyen sajtószoba, ahol igen. 238-as számot feltartva, ha van szerencsét, pont téged választanak ki, és kérdezhetsz a díjazottaktól, és ott például bekapcsoltak egy magyar újságírónőt, aki rákérdezett arra, hogy tekinthető ez az Oscar-díj félig magyarnak, tekintve, hogy a magyar származású a színésznő. És akkor mondta, hogy igen, az alsó fele, amivel már nyilván egy kicsit csipkelődött, mert hogy az alsó fele az Oscar-díjnak lényegében egy ilyen fekete talpadat, de azért csak poénkodott, meg humorizált a hölgy. Vagy Curtisnek hívhatjuk, nem tudom, hogy Jamie-nek, Curtisnek hívjuk, hogy utána pedig mondta, hogy amúgy büszke a magyar örökségére, és el is kezdte énekelni a dalocskát, amit egyébként mi Mókuskával ismerünk, de a korábbi évtizedekben ugye mondták ezt Katicás Verdiában, hogy Katica felmászott a fára, leesett, eltörött a lába, ami egy nagyon aranyos és bájos válasz egyébként a magyarságára, és amikor kimondta, hogy büszke a magyar örökségére, akkor hirtelen elcsöndesedett mindenki a terembe, és még azt is hozzátette akkor a színésznő, hogy please don't cancel me, tehát hogy ne töröljenek el, ugye ez a cancel culture való utalás. Nem tudom, tényleg egy ilyen magyar ellenes hangulat miatt halkult el mindenki, vagy... Most, ha reálisak akarunk lenni, azért Nyugat-Európában azért jól ismerik a magyarságot, de attól nem tartok, hogy a hollywoodi filmkultúrának a nagyjai pontosan tudják, hogy hol van Magyarország. Igazából, és ezzel senkit nem nézek le, hanem egyszerűen nem vagyunk annyira a világ tengelyében. Hát mi is biztos meg tudnánk mutatni Trinidad és Tobago államát. Tehát szerintem itt lehet, hogy egy kis zavartság volt, hogy páran kutakodtak a fejükbe, hogy hol is van ez a hungry, vagy éhes, vagy mi van most. De azért nyilván, hogyha ez mondjuk Berlinbe történik, akkor azért pontosan tudjuk, hogy egy ellenszélbe van most a magyar vélemény is, ha majd biztos terveit között szerep, hogy a nyugaton a helyzeten változaton is rátérünk, ott igazán élesen kijött egy nagyon-nagyon mai kérdés. Akkor térjünk át erre a filmre, ázsiai nehezen feldolgozható multiverzumban álló félig LSD-s filmet, erről ennyit beszélgettünk, akkor beszélgessünk egy olyan filmről, amit én is láttam, és jó benyomásom volt a filmmel kapcsolatban. Megjegyzem úgy, hogy én az eredeti változatot, vagy eredetit, ha lehet, az első filmes feldolgozás is láttam, és az is tetszett, annak a szereplőgárdája nagyon... Hadd kérdezzem meg, hogy az színes volt? Színes filmet láttál, vagy fekete-fehér? Én szerintem fekete-fehér volt. Mert az volt az első, abban volt egy második, valamikor a 70-es években, ez már a harmadik feldolgozás. Bocsánat, akkor mert valóban az a klasszikus, amit mondtál, angolok dolgozták föl a két világháború között, az volt a fekete-fehér, az is nagyon a saját korában. Az is lehet, hogy mind a kettőt láttam. Igen, és nem akkor tudom. Valamikor, azt hiszem 70-es, 80-as években ugye már... Tehát már amerikaiak dolgoztak igen, fel a másodikat. Így van. Lehet, hogy az nemzetközi szereplőgárdával, és akkor ez a harmadik a leginkább... Nagyon szkeptikusan álltam hozzá, hogy lehet-e egy ilyen újrafeldolgozást jól ábrázolni, főleg egy ilyen háború, nem tudom, hogy amikor forgatták, talán még nem robbant ki a háború, de hogy közeledett talán, vagy ez a hangulat megvolt a levegőbe, de kicsit aggódtam, hogy vajon mennyire
viszik bele, nem tudom, aktuál politikai üzeneteket, elnézést, de kellemesen csalódtam. Uh-huh. Most az ugye egy jelentős műfaj összegzésről van szó. Aki háborús filmeket szereti, én például azért szeretem, mert egy nagyon-nagyon mély emberi közösség. Ugye a háborúban és a sportban ez a két terület, ott aztán végképp az ember nem tud nem őszinte lenni. Tehát azok a bajtársi kapcsolatok, azok a egymásra utaltságok, azok engem mindig meg tudnak indítani, akár az Elit alakulatnál, akár a Ryan közlegényről, de itt a vizualitás is nagyon fontos, hiszen nem véletlenül élünk a 2000-es éveknek a második évtizedében, és itt azért több olyan műfaj visszaköszönés volt, ami abszolút nem koppintás, hanem inkább hogy szokták mondani, hogy tiszteletadás. Igen. Például az 1917 című monumentális drámának több képe, ugye nem csak azért, mert első világháború, és ez a borzasztó sártenger, és megint csak lövészárok, hanem az atmoszféra, hát ez hasonlít. Aztán az említett nagy klasszikus, a Ryan közlegényből is az ember érezte, hogy van egy áthallás, ami nem zavaró, mert a háború drámá... Nem plagizálásnak tűnt, hanem inkább egy ilyen... Úgy mondják így a média szaknyelven, hogy intertextuális utalás, amikor hozzá kapcsolódik egy már ismert olyan dologhoz, aminek már megvan a súlya, és a néző így rábólint, és azt mondja, hogy igen, ez egy olyan nagy kérdés, amit ebből a nézőpontból is szeretnék megnézni. Ami számomra igazi újdonság, a zene is egyébként nagyon érdekes, igen, és jól van alávágva, az utolsó 15 percnek a mély drámája, ami nagyon aktuális. Ez szerintem... Mint ha ilyen lélegzett visszafolytást okozott a nézőbe, hogy ez most komoly. És nem tudom, hogy átment-e rajtad, és a kedves nézőkben egy olyan fajta hirtelen utalást éreztünk, ami biztos, hogy nem szándékos volt, hogy a háborút ugye abban lehetne hagyni, ott van már a békekötés, 11. hó 11-én 11-kor vége, meg is állapodnak róla, hogy a franciák és a németek, és még egy utolsó rohamot indítanak, ugye értelmetlenül, és annyira sajnáljuk, és itt nem tud nem eszébe jutni az embernek, hogy fiatal életek ebben a percben is, ahogy beszélünk, feleslegesen mennek a vágóhídra. Tulajdonképpen ugye ez iszonyú erős háború ellenes kiáltás, de nem egy klasszikus humanista, hanem a tragikus, a drámai szempontból. Igen. És ugye, aki a könyvet olvasta, egyébként egy Nobel-díjas szerzőről van szó, és mindig elmondom a diákjaimnak is, hogy Hitler ezt a könyvet utálta, és betiltatta, mert ő is ugye részt vett az első világháborúban, Erich Maria Remarque is ugyanazon a hadsereg katonájaként, de az egyik életre szóló negatív tanulságot, a másik pedig lelkesen jött ki az egészből. És gyakorlatilag, hogyha ez eljutna a politikusokhoz, ez az utolsó 15 perc, hogy hagyják abba, tudjuk, hogy nem tudjuk most igazságot cselekedni, hogy kinek van igaza, csak fagyasszák be, hogy emberek meneküljenek, meg fiatal életek, akiknek talán a filmnek ez a legnagyobb ereje és értéke, hogy annyira nyers erőszakosságában ábrázolja meg értelmetlenségében a háborút, ami a valóság. És amit most azért érdekes az ukrajnai háború, mert az első olyan háború, amit ennyire azonnaliban és élőben közvetítenek a TikTokra, a Twitterre, Instagramra feltöltött videókban. Ugye volt az emblematikus jelenet, amikor a cigiző ukrán katona a lelövés előtti utolsó pillanatban még azt mondja, hogy szláva ukrajini, tehát a dicsőség ukránál, aztán lelövik. Tehát, hogy tényleg a háború lövészárkaiból tudósít maguk a katonák sokszor, és az döbbentett meg engem, hogy az általunk eddig elképzelt háborús valóság a hollywoodi szűrőkön, megrendezéseken, díszleteken keresztül jött. Tehát nagyon elsődleges élményünk nekünk, akik hál' Istennek hosszú ideje békébe élünk, nincsen. Viszont ez a film képes volt arra, és úgy látszik, hogy akkor ez a valóságot is jól fedi, hogy ezt a értelmetlen, koszos, erőszakos, megfoghatatlan káoszt átadja. Tehát főleg ez az állóháborúnak ez a sártengere, hogy beleragad, de fel akar állni, de lelövik, de folyik a vér, és a szájába megy a sár, és nem tudod, hogy tényleg azt a
azt érdi az ember, hogy, hogy tényleg ennyire nincsen szépsége a háborúnak. Így van, és nincsenek túlélői, mert már azt hiszük a végén, ugye, amikor a két jó barát menekül, francia földön próbálnak élelmet szerezni, az egyiket igen. teljesen banálisan, ugye, egy francia paraszt kisgyerek lövi le, úgy, hogy már ott van pár percekre a béke. A másik meg tudjuk, ugye, maga a főhős sem tudja ezt megúszni, tehát valóban nincsenek nyertesek. Tudjuk, hogy valaki a háborúkat általában megnyeri, de a másik, a serpenyőben, vagy a mérlegnek a másik oldalán pedig olyan elképzelhetetlen adok szenvedés van, és ez annyira aktuális most, hogyha valamikor az Oscar-díjnak volt értelme, hogy ezt a képet talán nagyobb módon tudja kisugározni, és ez most teljesen ellentétes a mainstream nyugati, úgymond igen. politikai gondolkodása, nem az emberek gondolkodásában. A közvélemény az nem háborúpárti annyira. És ez jól kijön a filmből is, igen. hogy ott is lényegében egyik hadsereg, igen. egyik ember se akarna már háborúzni, hát minek öljék egymást. Nagyon jó ki van, amikor az utolsó emlékszem, a franciák is már ugye ott a lövészárokban már kezdenek kocintani, igen, már tervezik igen. a jövőt, igen. a németek már nagyon nem akarnak, de őket ugye kivégzésekkel, ott látunk nagyon szomorú, hogy aki arra hajtják bele egy utolsó rohamba, és már mindenki a visszaszámlálást várja. Igen. És még ott is rengeteg ember életben maradhatott volna. Úgyhogy egy nagyon jó, hát furcsa ezt mondani, egy szép költői kiáltás az egész. Igen. Igen. Igazából. És érdekes az a karakter is, ugye, aki az utolsó rohamot kiadja, hogy mennyire a valóságtól elszakadt, a közembertől elkülönült döntéshozónak a képét szimbolizálja. Ugye itt is a mostani ukrajnai háborúban is szinte biztos jövőben, hogy az ukrán tinézser 20 éves, meg az orosz tinézser 20 éves igazából önszántából soha nem lőne el egymásra. Persze, persze. Legfeljebb egy videójátékkal játszanák le ezt, igen. vagy valami hasonlóval, igen. így van. Ez szomorú azért nagyon. Elcsünk még szót, mielőtt még azért halad nagyon az időnk a podcast műsor ideje. Brendan Fraserről. Uh-huh. Azért az egy, uh-huh. hogy mondjam, ahogyan a legjobb női főszereplőért járó díjnál is az embernek a igazságérzete, humanizmusa feljött, hogy egy idős ázsiai hölgy megnyeri a díjat, és nem véletlenül ő a köszönő beszédében el is mondta, hogy minden hölgy társának, hogy soha ne higgyenek annak, hogy már túl vagynak a fénykorukon. Nagy visszatérők. Igen. És ő egyébként utalt egyébként a CNN műsorvezetőnek a botrányára, a Don Lemon mondta azt, hogy a Nikki Haley-nek a republikánus elnök jelöltségével kapcsolatban, hogy hát már túl van a fénykorán, nem most kéne indulni. Mondja egy 40-50 éves hölgynek, miközben 80 évesek háborúznak, vagy kampányolnak az elnök jelöltségével, zárójelbe zárva. Az is egy szívmelengető dolog, hogy Brendan Fraser, akit nem tudom, szinte már ilyen Nicolas Cage-i szinten már félig eltemetett a teljes filmes szakma, egyszerűen évekkel később, sőt, lehet, már lassan évtizedes távlatot lehet mondani, tér vissza a csúcs műsoridőbe. Ez egy jó a megújulásnak a szimbóluma. Én őszintén szóval mindenképp gondoltam, hogy Oscar-díjat fog kapni. Maga az alakítás, az parádés. Ha ugye a filmről is ejtünk szót, a film maga az erősen középszerű. Egy színdarabról van szó. Egyébként a Sziget szellemei jelölés, ami végül egy nagy vesztes lett az egészből. Mind a kettőnél nagyon érződik, hogy eredetileg színdarabírók írták. Illetve a Bálna című film, aminek a bizonyos főszereplőiről beszéltünk most, az eredetileg is egy futó, egy játszott színdarab, és néha nagyon didaktikus párbeszédek vannak benne, főleg a közepe tájékán érződik ez. De valóban itt egy olyan alakításról van szó, egyik kollégám egyébként megemlítette, hogy lehetséges, hogy itt egy számítógépes effekttel is fölturbozták esetleg a színésznek az arcát, annyira sokszínű és annyira érzelem gazdag. Hát ne vegyük azért nyilván el a színésztől azt a kvalitást, hogy ezt el tudja játszani, bár én is inkább ilyen könnyed, ilyen kalandfilmekben lejátszó színésznek játszottam, de ez egy szép történet, hogy valaki valóban túl a fénykorán, kissé meghízva, kissé már kisodródva a filmiparnak a szélére, is képes még nagyot alakítani. Tehát ebben van valóban felemelő.
annak kell mondom, hogy a maga annak a filmnek az üzenete, ez egy tipikus mai, megint egy korszellem metszet, ugye egy homoszexuális leépült tanárról van szó, aki a családját egy férfér hagyja ott, majd menthetetlenül elhízik, 200 valahány kilós lesz, és nem tud már mozogni, és akkor jön rá, hogy az egész életét elszúrta. És innen kezdve lesz érdekes, hogy ezt egy színészt vissza tudja úgy, úgyhogy érezzük a drámát, és sajnáljuk őt valójában, csak hogy itt idézőjel kezdődik, vagy nem is idézőjel, hanem egy fontos gondolatjel, hogy van benne egy annyira erőteljesen nem is mondanám gyűlöletnek, egy ilyen ellenszevnek, például a kereszténység felé, van egy misszionárius fiú, aki időnként bekopogtat, és a végén úgy tűnik, hogy mintha ő elveszíteni az Isten hitét, folyamatosan bizonságot tesz ennek az embernek, aki mindent tud, mert egykor keresztény volt. És ez is lehetne egy élő helyzet, ne tagadjuk, csak az a baj a végére, hogy itt megfordul az erkölcsi, hogy mondjam, fölállás, és az lesz nevetséges, akinek még van Isten hite, és az lesz az igazából a aki hűséges a saját hitéhez. Igen, az lesz hitelesebb, vagy kiteljesedtebb, aki már túl van. Tehát egy poszt-keresztény állapot, ami a nyugatnak egy állapota, hogy mi ismerjük, hogy mi az, hogy Jézus, evangélium, mert ha bármelyik egyháznak az ekézéséről volna szó, az belefér. Az természetesen a sajtószabadságban van. Intézmények kritikája, igen. Intézmények, de itt az a fájdalmas számomra, bár a szólásszabadságnak hír vagyok, úgyhogy ezt is el kell hordozni, hogy itt maga Jézus és maga az evangéliumot mélyen átélő ember válik hiteltelenni egy szerzőnek a koncepciója miatt. És ez szerintem a valóságban azért nem ilyen rossz. Hát meg azért Hollywoodban, bár most vannak ellentrendek is, ugye a Jézus mozgalomról is van most egy film, meg azért több ilyen jellegű tematika is van, de azért még mindig él az a trend, hogyha bármilyen olyan szereplő van, aki Bibliából idéz, deklaráltan keresztény, az 90%-ban negatívként jelenik meg. Most például utalok arra, hogy csináltunk egy sorozatkritikát a Last of Us című sorozatról, ami pont egyébként az Oscar-díjjal egy időben került sugárzásra az utolsó rész, és rekordot döntött. Ez is jelzi, hogy a nézettség az mennyire nem az Oscar javára dől el. És például abban a sorozatban is az van, hogy az egyetlen Bibliából idéző keresztény közösség lényegében egy erőszakos kannibál. Csoport. Tehát, hogy ilyen természetellenesen ellenséges bármi valami keresztény. Nyilván az amerikai kultúrában picit ez így összejön, viszont olyan szempontból egy érdekes, hogy Hollywoodnak a története, ha jól tudom, egyébként egy keresztény közösséggel indult el. Igen, és a 10-20-as években a passió filmek, tehát ami kifejezetten a Bibliának a Jézusi történet utolsó 12 órát dolgozzák föl, ez egy nagyon erőteljes műfaj volt, amit közkedvelt volt. Tehát egymás után forgatták a Jézus életéről szóló filmeket, utána kezdtek másokori filmeket is a Római Birodalomról forgatni. Tehát egy alapműfaja lett volna, vagy volt Hollywoodnak, ehhez képest eléggé eltávolodtak. De még most is azt látni egyébként, hogy ilyen messianisztikus vonalat, vagy bibliai történeteket, vagy szinte ilyen bibliai legendáként feldolgozva ezeket újra színezve megcsinálják, csak nyilván kiforgatva az egészet annak az etikai környezetéből. Igen, mert az amerikai kultúrában, ha egy oldalvágást tehetünk, ugye azért az alapjainál az 1620-ban partra szállt Mayflower hajó, szokták mondani, hogy ez az egyik alapja, hangsúlyozottan csak az egyik az amerikai társadalomnak, de egy erős alapja volt az a kultúra, amiben a Biblia, az mégiscsak egy hivatkozási alak, ettől már távol vagyunk nyilván, de mégis, akár én láttam ügyészfilmeket, láttam akár sorozatokat valóban, ahol idéznek még mindig, más kérdés, hogy pozitív vagy negatív szereplők szájában vagyok, inkább negatív szereplők, ahogy mondtad, és hát amiről most tudom, hogy nem fogunk beszélni, de talán máskor, hogy az amerikai filmiparnak van egy kicsi rétege, ami viszont izmosodik, ami a keresztény filmgyártásra épült. Akár a baptista hátterű Kendrick műhelyre gondolok, akik egymás után készítik az egyre nagyobb nézettségű filmjeiket, ami valóban hitvalló jellegű film, és itt a Jézus Revolution, vagy Revolution-re utaltál, amiben több olyan színész is föltűnik, akik más ismert ilyen keresztény, vagy annak mondható filmipari vállalkozások
vállalkozásokban már letették a névjegyeket. Hát reménykedjünk benne, hogy egyre több ilyen film készül, ahogy egyre több olyan film is, ami tényleg értékes üzenetet ad át az emberiségnek, hogy... Bár nem valószínű, hogy az Oscar-díjat fogják kapni. Igen, bár ugye nyugaton a helyzet változatlan, például olyan pozitív üzenet, ami talán a legfontosabb napjainkban, hogy minél előbb a béke jöjjön el az a világba, és ne halljanak meg értelmetlen emberek, talán ez a legfontosabb. Nagyon köszönöm a beszélgetést, Páfi Gyulával beszélgettem, médiaoktatóval, a Hetek állandó szerzőjével, és most már társműsorvezetőjével beszélgetett partnerével. Megtisztelő volt mindenképp. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget, és köszönjük nektek is a figyelmet. Ha bármi véleményetek van, akkor a komment szekcióban ezt megtehetitek. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. Hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. És hogyha valamiért van lehetőségetek, és szeretnétek támogatni a további podcastjeinknek az elkészültét, ezt is meg tudjátok tenni. A videó alatti sávban van egy köszönet nyilvánítás gomba, ahol tetszőleges összeggel ezt meg tudjátok tenni, vagy ha a Heteket támogatnátok, erre is van lehetőség a hetek.hu/támogatás oldalon. Minden jót, sziasztok!